tanáron a jeles püspök, a keresztény szeretet és az emberi jogok következetes bátor képviselője születésének 120. évfordulója tiszteletére Mártonáron emlékévé nyilvánította az idei esztendőt Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkársága. A kezdeményezéshez Hargita megye tanácsa és kulturális intézménye is csatlakozott. Több mint 30 rendezvényt szerveztek a püspök életművének minél szélesebb körben való megismertetése céljából. Az emlékévet a Csíksomlyói kegytemplomban beszédekkel, ünnepi műsorral és szentmisével zárták Hargita megyében. Az est során beszédet mondott Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az emlékév elindítását részletezte. 10 hónapban ezelőtt, február 12-én itt a Csíksomlyói kegytemplomban indítottuk útjára a Mártonáron emlékévet azzal a célra, hogy tiszteletünk Erdély nagypüspökének, kőpapi és emberi nagyságáért, hogy ne engedjük feledésbe merülni mindazt, amit Egyház megyéje és Székely Magyar nemzete boldogulása érte. Mert dolgozunk neki azzal, hogy ne merüljön feledésbe, ne tudjunk elértelmetlenül azt, amit ő adott nekünk. Ha most az MDK zárásokat számot vettünk akkori ígéreteinkkel, méltán remélhetjük, hogy az MDK rendezvényei, az ünnepélyes emléknapok és szentmisék, az arándoklatok, a konferenciák, a különböző kiadványok, a kiállítások és az ifjúsági programok segítettek felidézni, megismerni, talán csak olyan gondolni Mártonáról a szellemi szellemiségét, tevékenységét. Az emlékesten Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is felszólalt. A Csíksomlyói búcsúra minden évben 100 000 forintot kell. A szűzeni világi tisztelet az időtudására sem van. És most Mártonáról emlékező zárólemségét is engedjük. Kellett ennek erősen tanúságképpen arra, a diktatúrák végtelenében az erdélyi magyar katolikus közösséget sokan, sokszor akarták megtörni, Mártonáron püspököt elhallgathatni, emlékét végképpen törölni. Sokan akarták, nem sikerült. Tény, hogy az erdélyi magyar közösség élete most nem tudunk. Intézményeink, iskoláink, templomaink nem tudták végképpen. Még most is harcolunk el azért, hogy például Marocsvásár helyen a katolikus iskolában tartasson, és értetlenül állunk azelőtt is, hogy Csíksomlyói világegyszerű nyilvánítása megerősült, mivel a Dunántól már kiállták a saját előterjesztést. Ez elszerűen van belünket, de mi tudjuk, Csíksomlyói UNESCO is a vélemény és az egyetem. Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke beszédében elmondta, hogy ami a legfontosabb, felnőjünk a püspök elvárásaihoz, megfeleljünk az általa felállított mércének. Áron püspök tanításai örök érvényűek. 1946-ban fogalmaztam meg a következő három gondolatot. Az egészséges demokráciát az egészséges közvélemény alakítja, és ez csak ott működik, ahol szava az ellenkező véleményeket is kimondja. Ha egy kényszerhelyzetben lévő nép néma hallgatással vesz tudomásul eseményeket, ne állítsák azt, hogy örömmel viszik. És ha akadnak, akik utasításra örömet mutatnak, ne képzeljék elkúzással mögé az egész nép. Tisztelt ünneplők! Áron püspök iránti tiszteletünket, ragaszkodásunkat, szeretetünket intelmei megtartásával tudjuk kifejezni. No meg azzal, ha észrevesszük azokat az embereket, akik az ő szellemében cselekednek. Ezt tesszük ma is, amikor a nagypüspöktől elnevezett díjunkat átadjuk az arra érdemesnek tartott személyiségnek. Kedves egybegyűltek! Mai ünnepünk is az bizonyítja, hogy az értékek összetartja nemzetünket. Nemzetünk tagjait éljenek azok a határvárnak. A Mártonáron iránti tiszteletünket nem csak intelmei betartásával tudjuk kifejezni, de azzal is, ha észrevesszük azokat a személyeket, akik az ő szellemében cselekednek.
A Mártonáron emlékérmet idén Lázár Csillának, a Csíkszentdomokosi Mártonáron Múzeum megálmodójának és működtetőjének adta át a megyeelnök Potápi Árpád és Sesták Miklós. Úgy gondolom, hogy ezt az emlékérmet, ezt a kitüntetést, amelyet ezúttal is megköszönök Hargita megye tanácsának, én nekem el kell osztanom nagyon sok emberrel, közülük néhánynak a neve elhangzott a laudációban is. Meg kell osztanom elsősorban családommal, férjemmel, három gyermekemmel és édesanyámmal, valamint mindenkivel, aki anyagilag, szellemileg támogatta a munkát, amit Csíkszentdomokoson végzünk. Az önkénteseinknek nagyon sokan vannak, közülük névileg is szeretném kiemelni Sándor Editet, Edit, neked is van ez az emlékérem. Illetve anélkül sorolnám az intézményeket, személyeket, szeretném megköszönni minden Csíkszentdomokosinak, aki támogatja a munkánkat. Az emlékest ünnepi hangulatának megteremtéséhez hozzájárult a Hargita megyei Művészeti Népiskola Kamara Együttes is adventi hangversenyének bemutatása révén.